Jó estét kívánok! A hírös híreket látják hétfőn este 19 órakor élőben. A híradó elején mutatjuk a legfontosabb témákat egy-egy mondatban. Az összes pedagógus felmond a Mihály kertje kecskeméti Waldorf óvoda és iskolában a tanév végén. Hétfőn reggel megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi. Anyák napján vette kezdetét az 5. születésünnep és a babák mamák hete. Az összes pedagógus felmond a Mihály kertje kecskeméti Waldorf óvoda és iskolában a tanév végén. Ezt maguk a tanárok jelentették be a kinevezett intézményvezetőnek a napokban. Így a következő tanév szeptemberére egyetlen olyan Waldorf képesítéssel rendelkező tanító sem marad az iskolában, aki jelenleg még ott dolgozik. A szülői összefogás Kecskemét első Waldorf pedagógusaiért elnevezésű Facebook oldalon olvasható az is, hogy eddig több mint 30 gyermeket vettek ki a Szarkási iskolából a szülők. Nagy részük magántanulói státuszban folytatja tanulmányait, hogy a következő tanévet már az eddigi tanítójukkal kezdhessék meg. A többiek más iskolákba menekültek el. Információink szerint hamarosan véget ér az a soron kívüli rendkívüli névhasználati felülvizsgálat, amit a Magyar Waldorf Szövetség tagjai indítottak. A legrosszabb esetben elvehetik a Waldorf nevet az intézménytől. Mindeközben új alapítványt jegyzett be a szülők és a pedagógusok egy része. Az Angyalszív Gyermekeinkért Alapítvány égisze alatt új iskolát fognak indítani, amelyhez már csak egy épületre lenne szükségük. Jelenlegi információink szerint már ebben az ügyben is lépéseket tett az alapítvány. Hétfő reggel megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi. Az iskolákban reggel már mindenki izgatottan várta, hogy milyen feladatokat kapnak a diákok. Megkezdődtek az írásbeli érettségik. Hétfőn a végzős diákok magyar nyelv és irodalomból adhattak számot tudásukról. A Kecskeméti Szakképzési Centrum Kadellek közgazdasági szakgimnáziumában jártunk reggel, ahol a diákok izgatottan latolgatták a lehetséges feladatok nehézségét. Szerintem viszonylag nehezebb lesz az előző évekhez képest. Gondolom fokozatosan azért erősödnek a követelmények, mind szakgimnáziumi képzésnél, úgymond, mint bármely más területen. Az iskola igazgatója elmondta, szerinte logikus gondolkodással és odafigyeléssel meg lehet oldani a feladatokat. Úgy látja, ahhoz, hogy valaki tovább tanulhasson és szép eredményt érjen el, kell a tárgyi tudás és a felkészültség. A diákok szoktak számolgatni, hogy minden második év nehéz, minden második év könnyű. Én nem érzem ezt a nagy különbséget, hogyha valaki felkészült az érettségére az elmúlt évek alatt rendesen, szorgalmasan, akkor egy érettségi, egy középszintű érettségi nem szabad, hogy problémát okozzon. Az idei középszintű magyar érettségi első részében a játék fogalmáról szóló szöveget kellett elolvasniuk és értelmezniük a diákoknak. A szövegalkotási feladatban szinkronizált filmekről szóló érvelést, vagy egy régészeti leletről szóló hivatalos levelet kellett írniuk. A második feladatkörben pedig vagy egy Mándi Iván novellát kellett elemezniük, vagy egy ismert József Attila és Radnóti Miklós költemény összehasonlítását kellett elvégezniük. Ha az ember odafigyelt 4 éven keresztül, azért így órákon nem hülyéskedett, akkor azért meg tudta írni. Középszinten az első feladatra 90 perc, majd a másodikra 150 perc állt rendelkezésükre a diákoknak, amit az idő leteltével felügyelő tanár gyűjtött össze. Az első megpróbáltatás után az érettségizők megkönnyebbülten jöttek ki az iskolákból. Szerintem jól sikerült, így összességében nekem nem volt annyira nehéz, olyan feladatok voltak, amikre számítottam. Az idén 1158 helyszínen mintegy 111.100 diákat számolt a tudásáról. Az oktatási hivatal közleménye szerint az érettségi vizsgákat a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik június 28-áig, melynek lebonyolításában 3149 vizsgabizottság működik közre. Anyák napján vette kezdetét az 5. születésünnep, amelynek részeként idén először szervezik meg a Babák Mamák hetét. 10 napon keresztül körülbelül 90 program várja a kismamákat, a kisgyermekes anyukákat és az apróságokat Kecskeméten. Anyák napján vette kezdetét a Babák Mamák hete az 5. születésünnep részeként. 10 nap alatt 22 helyszínen 90 program várja a kisgyermekes anyukákat és a kismamákat Kecskeméten. A rendezvénysorozatot Szemereiné Pataki Klaudia polgármester nyitotta meg. Ez egy 5 évvel ezelőtt kezdődött program, amire alulról szerveződő program, tehát egy nagyon egyszerű szülői közösség kezdte el az együttműködést, az édesanyák a különböző problémák által kialakult feladatokat, megosztják egymással a problémákat, tapasztalatokat, megbeszélik egymással.
és ez nagyon fontos, hiszen így tud életerőssé válni egy-egy program. A polgármester kiemelte, hogy a Széchenyi város egyik nagy értéke a rendezvény helyszíneként szolgáló Szent Család plébánia, amelyet a város részben élő családok rendszeresen közösségi térként használhatnak. Itt tartják egyebek mellett a baba-mama klubokat. Az eseményen köszöntőt mondott Kovács Dandi Csilla is, a születés hetének koordinátora. Engert Jakabné önkormányzati képviselő stábunknak elmondta, hogy a mai virtuális világban különösen fontosnak tartja ezt a programsorozatot. Egy személyes kapcsolatra, közösségépítésre ad lehetőséget. Hát ez az egyik legfontosabb üzenete. A másik pedig az, hogy ezeken a programokon megoszthatják egymással az anyukák, a mamák a tapasztalataikat. Az édesanyák olyan szaktanácsadásokon vehetnek részt, amelyekre egyénileg nem biztos, hogy elmennének. Lesznek egészséges életmóddal, ételallergiával foglalkozó állomások, de lesz például babamasszázs, közös főzés, és szülésélményeiket is elmesélhetik egymásnak az anyukák. Engert Jakabné azt is hangsúlyozta, hogy idén először a helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten elnevezésű pályázatnak köszönhetően egészül ki a születésünnep a Babák Mamák hetével, amelyet a város vezetésével együttműködve szerveznek meg. Mit is mondhatnék arról a titokról, amit csak önök ismernek igazából? Az anyai szeretet életünk leghétköznapi, és egyszer mint talán legnagyobb. A megnyitó előtt Levicki Cirill önkormányzati képviselő is köszöntötte az édesanyákat anyák napja alkalmából. Beszédében arra biztatott, hogy minden nap becsüljük meg édesanyánkat. A Sarti Szabó Andrea pedig énekével kápráztatta el a közönséget. A gyermekek imádták Szabadkai Anna óvodapedagógus mesélős mondókás foglalkozását. De a buborékfújás és az arcfestés is nagy kedvenc volt a kicsik körében. Egy hét a sport és az egészség jegyében szombaton reggel a Serleg utcai Herman Ottó sportpark átadásával vette kezdetét a városrészben a cselekvő közösségek hete. A szervezők egész héten programokkal várják a legkisebbeket és a legnagyobbakat is. Sport és egészség nappal indult a közösségek hete a Hunyadi városban. A rendezvény sorozat május 4-én szombaton vette kezdetét. Ekkor adta át Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester és Pászti András, a városrész önkormányzati képviselője, a legújabb sportparkot a gyermekek és sportolni vágyók részére. Ez egy sport és egészség nap, és azt gondolom, hogy az egészségnél nincs fontosabb, és nincs is drágább ügy az egészségnél, azt gondolom, az ember életében. És a gyerekeket úgy kell nevelnünk, illetve a fiatalokat, hogy ezt tudják, és ne csak időskorban érezzék, hogy akkor nekik sportolni kellett volna utólag. A rendezvény a helyi identitás és kohézió erősítésének jegyében valósult meg. A Korvin Mátyás általános iskolában különböző egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokon, állapotfelméréseken és szűréseken vehettek részt az érdeklődők. A Serleg utcai futóparkban pedig harmadik alkalommal rendezték meg a Hunyadi városi futóversenyt. Az alsósok egy kört tesznek meg, az olyan 325 méter, a felsősöktől 2-3 kört kérünk, tehát például a 8-os fiúk, hát ők nagy fiúk, már ők 1 kilométert futnak. A közösségek hete sorozat következő állomása a Hunyadi városi közösségi ház lesz, ahol május 7-én kedden 10 órakor süteménysütő versenyt tartanak a Hunyadi városi nagymamák számára. Megsokszorozódott a balesetek száma az esős idő miatt. Kiskunfélegyháza határában hétfőn két autó ütközött frontálisan, amelyben ketten megsérültek. Több súlyos baleset is történt a hétvégén Kecskemét vonzás körzetében. Két személyautó ütközött össze hétfőn napközben a Kiskunfélegyháza és Fülöp Jakab közötti úton. Úgy tudjuk, a Suzuki személyautó Kiskunfélegyháza felé tartott, amikor a Ford egy mellékútról elé kanyarodott. A szakadó esőben hiába fékezett a Suzuki is, neki csapódott a másik járműnek. Információink szerint mindkét sofőrt kórházba szállították. A balesethez Kiskunfélegyházáról riasztották a hivatásos tűzoltókat. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az utat teljes szélességében lezárták.
Reggel egy tejszállító teherautó borult oldalára, Lakitelek és Kerekdomb között. A balesetben az első hírek szerint nem sérült meg senki. A műszaki mentést végző tiszakécskei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a forgalom elől. Ebből az autóból repült ki az a sofőr, aki Kiskörös külterületén az Izsáki úton tegnap elvesztette járműve felett uralmát egy balkanyarban. Az Opel vezetője egy árokba, majd egy villanyoszlopba és egy kerítésbe is belecsapódott. Végül az oldalára borulva az úttesten állt meg. Egy szemtanú elmondása szerint egy kutya volt az úttesten, emiatt ránthatta el a sofőr a kormányt. A villanyoszlop ketté tört, ezért az áramszolgáltató munkatársai is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakasz teljes szélességében lezárták a forgalom elől. A sofőrt a mentők súlyos állapotban szállították kórházba. Hatalmas vihar csapott le tegnap délután Bács-Kiskun megyére. Kecel és Kiskörös környékén volt a legnagyobb a pusztítás. Tudósítunk a helyszínen járt és beszélt a termelőkkel, hogy megtudja, mekkora károk keletkeztek. Ez a felvétel szombat délután készült Kecel határában. Látható, hogy borsószem nagyságú jégdarabok estek, amelyek óriási kárt okoztak a mezőgazdaságban. Bodrogi Ferenc 6,5 hektáros megy és szilvaföldjét is érintette a vihar. 50%-ban keletkezett a kár, az én megállapításom szerint, de 100% biztos, és ez olyan jelleg, hogy ezt nem lehet gyógyítani se. Egyáltalán. Mert ez a termésen, ha kifejlődik, akkor is ugyanúgy meglátszik minden jégverés. A termelőnek több mint 1 millió forintnyi kára keletkezett. De nem csak Kecelen tombolt a vihar. Kiskörösön olyan sűrűn esett a jég, hogy úgy látszódott, mintha havazna. A termelők szerint a szőlőföldeken 60%-os a kár. Itt már nem lesz ezen a két hajtáson szőlő. Van olyan hajtás is, amit a jég ketté vágott. 8-10 ütés látszódik egy kis száron. A gazdák aggódó szemei, gondolatai most itt vannak ezen a területen nyilván, de meg kell tenniük a megfelelő lépéseket, és a szőlőnövény csodálatos, kompenzálni tudja a dolgokat, de elkezdődött az a folyamat, amikor mindig csak kevesebb lesz a termés. Azt gondolom, hogy most egy 10-15%-kal már kevesebb lesz ezzel a jégveréssel. Ezen a részen, amit ért ez a jégverés. Bár a jég sok kárt okozott, az esőnek örülnek a gazdák, mivel eddig óriási aszály pusztított a földeken. Nagyot nőtt az agrártámogatások mértéke, hangzott el egy izsáki fórumon április végén, amelynek Jakab István az országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszervezetek Szövetségének elnöke volt a vendége. A kijelentés nyomás tábunk annak eredt utána, mely ágazatokban van szükség leginkább a segítségre. A magyar állam költségvetésének agrártámogatásra fordítható összege 2019-re meghaladja 100 milliárd forintot. A hektáronkénti támogatások összege a 2010-es 46 ezer forintról 2018-ra 74 ezer forintra nőtt Magyarországon. Bár a számok magukért beszélnek, a gazdák helyzete még mindig nem könnyű. A témáról Gáspár Ferencet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun megyei elnökét kérdeztük. Itt ugye a mezőgazdaság támogatásra beszélünk közvetlenül, de közvetetten ez az egész társadalmat, az egész nemzetet támogatják, mert gyakorlatilag nekünk ez egy jövedelmi kiegészítő forrás, mert egyes ágazatok kevésbé, más ágazatok jobban, de nagyon mínuszosan tudnak termelni, előállítani. Gáspár Ferenc hozzátette, a veszteséget minden országban az a politikai akarat okozza, amely igyekszik alacsonyan tartani az élelmiszer árakat. Ez nekünk vásárlóknak jó, a gazdák azonban így csak alacsony áron tudják értékesíteni a terményüket. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az Európai Unió nagymértékben korlátozza a tagállamokat abban, hogy közvetlenül támogassák a gazdálkodókat. Az Európai Unió osztja vissza a tagállamok befizetései alapján az agráriumra szánt támogatások összegét, ezért cserébe azonban komoly minőségi feltételeket támaszt, ami tovább nehezíti a gazdaságos termelést. Gáspár Ferenc megyei elnök szerint az állattenyésztés az, ahol nagyon nagy a baj. Ezzel a területen a gazdák jelenleg szinte csak veszteségesen tudnak termelni. Igaz, 2010-hez képest a korábbi keretösszeg többszörösét kapják például a baromfi és sertés ágazat szereplői. A baromfi ágazat támogatása 4 milliárdról 14 milliárdra, a sertés ágazaté
6 milliárdról 21 milliárdra nőtt. Mindez azonban csak 2020-ig tart, mivel az Európai Unió a jelenlegi tervek szerint a jelenlegi 388 milliárd euróról 324 milliárdra csökkenteni a támogatások összegét. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara komoly lobby tevékenységet folytat a jelenlegi támogatási szint megtartásáért. Én azt gondolom, hogy ha ezt a szintet meg tudjuk tartani, akkor sikeresnek mondhatjuk magunkat. Éppen miatt indítottunk egy aláírásgyűjtést is az Agrárkamara a magosszal összefogva, ami én azt gondolom, hogy elég sikeres, mert 170 ezer aláírásnál tartunk. Időközben csatlakozott hozzánk az Agrárminisztérium, sőt most már az Iparkamara is. Gáspár Ferenc elárulta, mindenki érzi, hogy közös érdek, hogy a jelenlegi támogatások mértéke ne csökkenjen. A mezőgazdaságban is egy új ipari forradalom van kibontakozóban, a támogatások pedig szinte elengedhetetlennek az agrártechnológiai fejlődéshez. Rendkívüli nyitvatartásra kell számítaniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fővárosi és megyei központi ügyfélszolgálattára látogatóknak. Május 6-a és 17-e között hétköznaponként, valamint május 20-án hétfőn a személyi jövedelemadó időszakban hosszabb nyitvatartási idővel várja ügyfeleit az adóhatóság. Az elkövetkezendő két hétben délután 6-ig lesznek nyitva a NAV ügyfélszolgálatai. A szokásos nyitvatartási időn túl az SZIA bevallással, bevallási tervezettel kapcsolatos ügyintézés, csekkigénylés, ügyfélkapu ügyintézés, valamint bankkártyás fizetés is elérhető lesz. Részletesebb információkat az adóhivatal honlapján a www.nav.gov.hu oldalon találhatnak. Közel 15 ezer aktív gazdasági társaság működik jelenleg Bács-Kiskun megyében. Pest megye után Bács-Kiskunban működik a legtöbb vállalkozás, derült ki a Bisznód cégcsoport áprilisi felméréséből. Pest megye után Bács-Kiskunban található a legtöbb működő vállalkozás a Bisznód cégcsoport áprilisi felmérése szerint. Áprilisban a legtöbb aktív céget, 195.482 vállalkozást Budapesten regisztrálták. Az üzleti elemző jelentéséből kiderül, a fővárosban működött 2019 elején az összes hazai cég 39%-a. A megyék közül Bács-Kiskun 14.890 aktív vállalkozással a második helyre került. Első helyen Pest megye 76.619 céggel, a harmadikon pedig Győr-Moson-Sopron áll, hívta fel a felmérésre a figyelmet a napi.hu. Az adatokból kiderült, hogy 1,5%-kal csökkent a működő cégek száma Magyarországon 2019 első negyedévének végén az előző évhez képest. A működő vállalkozások száma 495.485 volt, ami 7.820-szal alacsonyabb, mint egy éve. Utcafórumot tartott Fekete Győr András, a Momentum mozgalom elnöke, és Raskó György, a Hajdani Antal kormány fölművelésügyi államtitkára szombaton délután Kecskeméten. Raskó György úgy véli, legalább egy vagy két Momentumos képviselő kell az Európai Parlamentbe. A Momentum mozgalom mellé állt Raskó György, a Hajdani Antal kormány földművelésügyi államtitkára. A szombati Kecskeméti utcafórumot közösen tartották Fekete Győr Andrással, a párt elnökével. Néhány nappal ezelőtt ünnepeltük azt, hogy 15 éve csatlakoztunk az európai közösséghez. Így kezdte beszédét Fekete Győr, aki szerint a tagállammá válással megkaptuk a lehetőséget a felzárkózásra. Ez azonban nem valósulhatott meg, mert az elmúlt 15 évben a politikusok ellopták vagy elhertálták ezt a lehetőséget. Az elnök szerint a magyaroknak nem jutottak modern kórházak, jól felszerelt iskolák, jól fizető tartós munkahelyek. A kormánypárt bevándorlási válságról beszél, a Momentum viszont úgy látja, hogy kivándorlási válság van éppen ezek miatt. A párt azon dolgozik, hogy az EU-s pénzeket csak kórházakra, iskolákra és munkahelyekre költsék. Raskó György arról beszélt, hogy a mezőgazdaság területén megtörtént a felzárkózás, mert a pénzekhez a Brüsszelben megállapított feltételek szerint lehet hozzájutni, ezért az agrárium területén nincs korrupció. Elmondta továbbá, hogy szerinte életveszélyes lépés lenne a magyar vidék számára, ha elszakadnánk az EU-tól. A Momentumot azért támogatja, mert a párt vezetése látja azt, hogy Magyarországnak minden szempontból az Európai Unióban van a helye. Pisztoly, géppisztoly, gépkarabély és mesterlövő, illetve speciális fegyverek készülnek majd a Kiskunfélegyházi fegyvergyárban.
Az összeszerelés már megindult, és idén a kézifegyverek sorozatgyártása is elkezdődik. Benkő Tibor honvédelmi miniszter nemrégiben tett nyilatkozata szerint a magyar hadipar úgy lehet működőképes, ha minden szervezet, amelyik fegyverrel lát el feladatot, magyar gyártmányokat használ. A katonákon kívül a rendőrség, a büntetés végrehajtás és a NAV is a Kiskunfélegyházán gyártott fegyvereket fogja megvásárolni. A miniszter hozzátette, ha a magyar fegyvergyár két műszakban termel, akkor a hazai igények 4 évre stabil megrendeléseket biztosítanak. Azonban az export lehetőségeket is ki kell majd használniuk, hiszen nem csupán 4-5 évre hozzák létre a fegyvergyártó kapacitást. A nemzetközi kereslet alakulását látva ki lehet jelenteni, hogy lesz kereslet a világban a Magyarországon gyártott kiváló és modern fegyverekre, mondta Benkő Tibor. És ennyi fért hétfőn a híres hírekben, most megmutatjuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Az összes pedagógus felmond a Mihály Kertje kecskeméti Waldorf óvoda és iskolában a tanév végén. Ezt maguk a tanárok jelentették be a kinevezett intézményvezetőnek a napokban. Hétfőn reggel megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi. Az iskolákban reggel már mindenki izgatottan várta, hogy milyen feladatokat kapnak a diákok. Anyák napján vette kezdetét az 5. születésünnep és babák-mamák hete. 10 napon keresztül körülbelül 90 program várja a kismamákat, a kisgyermekes anyukákat és az apróságokat Kecskeméten. A Serleg utcai Herman Otto sportpark átadásával vette kezdetét a Hunyadi Városi Cselekvő Közösségek hete. A szervezők egész héten programokkal várják a legkisebbeket és a legnagyobbakat is. A híradót látták, a hírórát a kiemelővel folytatjuk. Itt lesz Kovács Dandi Csilla, a születésünnep főszervezője, akivel a heti programokról, a múltról, a jelenről és a jövőről is fogunk beszélgetni. Aztán annak is utána járunk, hogy a vajon várva várt eső meghozta a fellélegzést és annak a lehetőségét a mezőgazdászoknak. Ha lemaradtak híreinkről, akkor azokat újra tudják olvasni a hírportálunkon, a címhíres.hu, vagy meg tudják nézni a híradó ismétlését a szokott időpontban 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7:30-9-kor. Valamennyi műsorunk, így a híradó is újra megtekinthető a kecskeméti.tv.hu weboldalon. Friss híradóval legközelebb holnap a szokott időpontban 7 órakor várom önöket, nézzenek minket akkor is, most köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Kedden már valamivel szakadozottabb lesz a felhőzet, rövid napos időszakokra mindenhol számíthatunk. Az északi északnyugati szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik. Reggel többfelé fagypont közelébe hűl a levegő, délután a legmelegebb órákban 13 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán változóan napos, felhős időre van kilátás, csapadék nem valószínű, hideg lesz a reggel, délután 15-20 fokot mérhetünk. Csütörtökön ismét országos eső érkezhet, a szeles időben mindössze 10-17 fokra van kilátás, pénteken már 15-20 fokig melegszik a levegő, de erős marad a szél és záporok, zivatarok is várhatók.